Sziasztok! Köszöntelek titeket Indonéziában, azon belül pedig Bali szigetén. Bali szigetét közel 5 millióan lakják, fővárosa Denpasar, kulturális központja pedig Ubud. Indonéziában a muszlim vallás van többségben, ám Bali szigete kivétel ebből a szempontból, hisz itt a hindu vallást gyakorolják a legtöbben. Vallás egyébként nagyon fontos a balinézek számára. Úgy képzeljétek el, hogy minden egyes háznak saját temploma van. Tehát van egy telek, a teleknek az egyik részén van a lakrész, a másik felén pedig templom. És minden nap imádkoznak, de az ő imádságuk nem a kérésről szól, hanem inkább a megköszönésről és a hálaadásról. Képzeljétek el, hogy minden egyes nap kitesznek a házuk elé egy ilyen kis felajánlást, ezt úgy hívják, egy ajándékot az isteneknek és a szellemeknek. Ezek az ajándékok pálmalevelekből vannak összeállítva, beletesznek különböző színű virágokat, virágszirmokat, rizst, vagy éppenséggel olyan dolgot, amiért ők köszönetet mondanak. Füstölőt tesznek rá, hiszen a füst segítségével száll fel az ima az istenek felé. A fő bevételi forrásuk az a turizmusból jön. Évente 9 millióan látogatnak el Bali szigetére. Ebből a legtöbben indonézek, ausztrálok és kínaiak. A másik fő bevételi forrásuk az a rizs termesztésből jön. Fantasztikus rizsföldjeik vannak, gyönyörűek. És végül a harmadik, az pedig a sólepárlás, amit ki is próbáltunk a Kusamba Beach-en. Megkóstolom. Jó. Igazi só. Finom só. Ilyet csináltál most. Finom. Ilyet csináltam most, igen.
Jó szó, eh? A művészetek nagyon fontosak a helyiek számára, de hát nagyon is ügyesek, a kézügyességük megfigyelhető szinte minden területen, a fafaragásokban, a kőfaragásokban, a festészetben, batikolásban, és ugye ott van a híres kecaktánc is, a kislányoknak már a génjeikben, a vérükben benne vannak ezek a különböző mozdulatok. Mi is elmentünk, és megnéztünk egy ilyen falut, műhelyeket, megnézzük, hogy ezek a kőszobrok, faszobrok körülbelül hogyan és mennyi idő alatt készülnek el. Aztán ráfestik a különböző mintát, utána belemártják a festékbe, és mikor megszáradt, akkor forró vízbe kimosszák, és ugye ahol a viasz volt, ott megmarad az eredeti színe a szövetnek. Mögöttem látható hölgyek egész nap dolgoznak, és ez a napi díjuk az körülbelül 50 ezer rúpia, ami napi 1000 forintnak felel meg. Ez a homokkő, és ebből egy hónap alatt kifarag ilyen. A zöldbe. Ez volt 150 ezer rúpia, ami körülbelül 3000 forintnak felel meg. És meglepetés volt számomra, hogy odafele is, és visszafele is lehet egy-egy kört tenni, de hát odafele az igazi, amikor a tájat látod. Stones.
sit in your eyes. See the torn twist. A Nusadu az valami gyönyörű, de nem fogok nektek hazudni, hogyha közelebbről megnézzük. Ez is tele van most már sajnos műanyag palackokkal, műanyag zacskókkal és egyéb szeméttel. Úgyhogy ezen a pici partszakaszon én ezt így nem tudtam nagyon sokáig nézni, úgyhogy elkezdtem kiszedegetni. Összegyűlt egy pici kis kupac. Hát ez igazából nem oldott meg nagyon sok problémát, vagy minden problémát, de hát azért több, mint a semmi, és egy picit én is jobban érzem magam. A kávé, igen. Ez a kávé. Így van. Hát ő a civet macska, és neki köszönhetjük a világ egyik legdrágább kávéját, a Lubak kávét. Ő kiválogatja a szép, piros szemű kávé babszemeket, majd hát én különböző emésztési kémiai folyamatokon megy keresztül a növény, majd utána ezt megtisztítják, miután kiürült belőle, megpörkölik, ledarálják, és így készül az állítólag isteni finom Lubak kávé. Összeállítják meg, és ez a csokoládé. A Bali Center második programján, amelyen részt vettünk, elvittek minket Bakaszra, ahol egy ilyen kis hát állatfarm van. Megismerkedhettünk Johnnyval, az orángutánnal, hát ez valami fantasztikus élmény. Ráadtak egy kis pelenkát, ülünk beültették, adott nekünk puszit. 3000 forintért lehet vele fotózkodni. Ez itt pedig a tojáskeltető. Itt meg kell adni az e-mail címet, és akkor az e-mail címre fogják elküldeni azt a videót, amin rajta van, ahogy szabadrá engedik, útnak engedik a kis teknőst, amit örökbe fogadtunk. Legyen töki! Töki, legyen töki! Töki és töki. Most kerül kiválasztásra töki. Töki. Töki, akit örökbe fogadunk, és akit holnap 3 órakor a tengerbe engednek. Miért vagy szimpatikus? De hát ő alig mocorog, ő alszik. Ha nem alszik, mindjárt fel kell. Ő töki. Ő töki. Most nézzük, teki, illetve ki lesz teki, ki lesz, akit szabadon engedünk. Én valami élénket szeretnék. Jó. Melyik legyen? Most egyik sem olyan élénk. Jó, túszkál előtted, kettő is. Nagyon vidám. Jó! Hoppá! Teki! Büszke teknés tulajdonossá váltál, szívem. Belépőket egyébként majdnem mindenhol fizetni kell, tehát a templomokba, a templom komplexumba, hogyha beléptek, a parkolásnál, tehát a vízeséseknél is vannak tiketek, de ezek csak ilyen pár száz forintos tételek, tehát ilyen 3-4-500 forintért lehet már ezeket megvásárolni. Úgyhogy az árak itt nem annyira vészesek, csak el kell jutni Balira. We'll be right back.
Most vagyunk a Goa Lavat templomnál, ami a Denevér barlang, illetve Denevér templom. Ez a balinézeknek az egyik legfontosabb temploma, ugyanis ez a lélek elengedő templom. Tehát minden haláleset után, utána ide jönnek imádkozni. Ja, és persze azt ne felejtsük el, hogy rengeteg denevér van itt a templomba, de mivel most nappal van, ezért nem fognak így nagyon repkedni, remélhetőleg. Még nagyon fontos, hogy a nők nem léphetnek ide be menstruáció idején, mert hogy ez tisztátalanságot jelent. Itt egy férfinak három felesége is lehet. Igen, fordítva ez nem igaz, sajnos. És nagyon fontos számukra, az egyik legfontosabb dolog, hogy legyen egy fiú gyermek, hiszen itt csak fiú örökölhet. Érdekesség pedig, hogy előfordulhat, hogy megláthattok egy horogkereszt szimbólumot. Ez nem véletlen, hiszen a horogkereszt az egyik legősibb szimbólum, és elsősorban jó szerencsét jelent és jelképez, és ez különböző helyeken, házfalokon megjelenhet. A különböző szobrok, démoni szobrok és templomok, ugye, amelyek a telkekhez, házakhoz tartoznak, ugye ezek a démonok, ezek főként a kapukban szoktak megjelenni, hiszen ezek a démonok tartják távol a rossz szellemeket. Itt vagyunk a Lempuyang templomnál, ami a turisták körében az egyik legnépszerűbb. És biztos, hogy láttátok azokat a népszerű fotókat, amikor olyan, mintha az ember lebegne a felhők felett, és valami víztükör lenne alatta. Na hát ezt itt készítik, méghozzá egy tükör segítségével. Itt ez a narancssárga pólós fiú, ő fotóz, egy tükröt tesz oda, és ezért a tükröződésben olyan, mintha az ember így a felhők között úszna. Csak hogy ez a sor. Ők mind erre várnak. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. Ami nekem a legjobban tetszett Balin, az az emberek, a hitrendszerük, az, hogy nagyon nagy a közösség összetartó ereje, a család, aztán a gyönyörű környezet, ami nagyon-nagyon-nagyon tetszik, a rizsföldek, a vízesések, a gyönyörű tengerpartok. És hát én is megcsináltam a kis felajánlásomat, hát nem tudom, hogy mennyire szabályszerű, vagy jól csináltam meg, ilyen kis pálmalevelekből összeeszkábáltam. Ugye ez a felajánlás, ez arról szól, hogy megháláljam és megköszönjem mindazt, amit itt megtapasztalhattam meg, hogy eljuthattam ide Balira. Mi 11 napot töltöttünk itt, minden egyes napot kihasználtunk, nagyon mozgalmas volt és tömény, de tényleg érdemes bejárni az egész szigetet. És mi ugye egy körúton vettünk részt, tehát mi bejártuk Szingapúrnak egy kis részét is, arról is készült egy film, ha gondoljátok, akkor azt is nézzétek meg. És hát ugye az Ulundanu templom, úszó templomról itt Balin is készült, és az látható is lesz a 100 híres épület a világban című sorozatban, úgyhogy azt is majd meg fogjátok tudni nézni az ATV-n, valamint a YouTube csatornámon, ha tetszett nektek ez a film, illetve ahogy én láttam és bemutattam nektek Balit, akkor lájkoljátok és ha gondoljátok, kövessétek továbbra is a YouTube csatornámat. Sziasztok!